A Győri Széchenyi István Egyetem a Széchenyi István Egyetemért Alapítvánnyal közösen létrehozta hazánk második zsidó kiválóságok kiállítását. A digitális modern tárlat különlegessége, hogy a Balatonfüreden már látható kiállítás kibővített változata kapott helyet a győri zsinagógában. Az ünnepélyes megnyitót július 6-án tartották meg a Folyók városában, ahol dr. Olti Ferenc a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza alapító vezetője is beszélt a hallgatósághoz. Örömmel hozzájárultam a teljes tartalom ingyenes átadásához. Mindössze azt kértem kvázi viszonzásként, hogy változtassák meg úgy az egyetem oktatási programját, hogy minden diák, 14.000 diákról van szó, legalább egyszer nézze meg a kiállítást, mielőtt elhagyja az egyetemet, amivel élvezetes, tartalmas módon érzékenyítjük őket az antiszemitizmus ellen. A megállapodás ilyen értelemben meg is köttetett, aminek eredményét mától mindenki, legelőször pedig önök itt láthatják, a füredi tartalmat kiegészítve egyelőre 9 győri kiválóságban. Ahogy ma a világ kinéz, erre vagy valami hasonló érzékenyítésre nem csak Győrben, hanem nagyon sok más egyetemen, különösen az USA-ban és sok európai országban is nagy szükség lenne. Az eseményen jelen volt dr. Palkovics László, a Széchenyi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki azt hangsúlyozta, hogy a háborúk dúlta időkben nagyon fontos a különböző népek és nemzetek vallásának elfogadása, ezáltal pedig a béke erősítése. Biztos vagyok abban, hogy ez a nagyszabású és a mai kor igények megfelelő digitális kiállítás tovább javítja Magyarország és Izrael hosszú évek óta kiváló kapcsolatát. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor azt tapasztaljuk, hogy számos országban erősítik az antiszemitizmus. Hazánk szerencsére nem ilyen hely, nálunk a kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben. Míg a világban sok helyütt egyre gyakoribbak a gyűlöletcselekmények, nálunk a zsidóságokat nyíltan vállaló emberek is biztonságban érezhetik magukat. Büszkék lettünk arra is, hogy a magyar állam mennyire sokat tett a zsidóság kulturális identitásának újraépítése érdekében, zsinagógák felújításával vagy az oktatás támogatásával. Rendkívül lényegesen tartom azt is, hogy Magyarország és Izrael gazdasági kapcsolat is erősek, amit az is mutat, hogy mint egy 200 izraeli, elsősorban élelőanyagú technológiában tevékenykedő cég működik hazánkban, amelyek körülbelül 5000 embernek adnak már most munkát. Az ide érkezett izraeli működőtőke főleg high-tech beruházásokba, illetve startup vállalkozásokba fektet be, a legmodernebb piaci menedzsmentet is hozom magával. A Győrben most megnyílt kiállítás a hagyományos leíratok mellett interaktív táblán mutatja be a zsidó kiválóságok életútját, tetteit, találmányait. Ha valaki Győrben jár, érdemes felkeresni a tartalmában is megújult kiállítást.